Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, akik eljöttek, hogy részt vegyenek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének tiszteletére rendezett városi ünnepségen. Megkérem önöket, hogy közösen énekeljük el a himnuszt. Százhatvannyolc évvel ezelőtt hasonlóan borús, esős időben történtek azok az események, melyek Magyarország polgári átalakulását eredményezték. A pesti márciusi ifjak, a pozsonyi országgyűlési képviselők és a függetlenségért küzdő hazafiak örökre beírták nevüket a történelembe. Róluk és tetteikről szól a mai nap. Tisztelettel felkérem Rybárszky Péter urat, Kondoros város polgármesterét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplő közönség, kedves barátaim! Nemzeti ünnepeinken megállni, jelenbe hívni a múlt nagyjait számomra mindig különleges, torokszorító, ám ugyanakkor felemelő érzés is. Különleges, mert ilyenkor, mintha újra ott úsznának a levegőben a régi jelszavak, érzelmek, de torokszorító is, hiszen nem csupán az a történelmi nap, hanem a mögöttünk sorakozó 168 év márciusa is megszólít bennünket. De mindenek előtt felemelő ez a nap, tisztelt gondorosiak, felemelő, mert együtt élhetjük át, és együtt hajthatunk fejet történelmünk legnagyobbjai előtt. Nemzeti ünnepeink sorában, de talán szívünkben is különleges helyet foglal el március 15-e. Kitüntetsége, mely által sokunk lelkéhez oly közel kerülhet, véleményem szerint épp kortalanságában rejlik. Mert hiába az elmúlt 168 esztendő, március idusa ma is az ifjúság, a lendület és még inkább a tettek ünnepe. Nem csak az évek, de az egymás követő ideológiák sem tudták elvenni fényét, megmásítani igazságait. Különösen fontos ez ma. Különösen fontos, mert hazánk épp úgy, mint akkor, ma is önmagáért küzd, ám ez a küzdelem az elmúlt évek eseményei nyomán lassan-lassan egész Európa küzdelmévé is válik. Sok év hazugsága kilincselése után Magyarország ma világosan látja, csak is önmagára számíthat. Európa minden országa küzd, épp úgy, mint 1848-ban küzd a világgazdaság, a bankrendszer válságának árjában, és küzd a legújabb kihívás a migrációs válság hullámai között is. Nem ez az első, de nem is ez az utolsó ilyen küzdelmünk, tisztelt hölgyeim és uraim. Ám mai küzdelmünk minden eddiginél jobban köt bennünket 48-hoz. Jobban és erősebben, hiszen 1848 óta először merünk ismét úgy küzdeni, hogy nem másokba kapaszkodunk.
Talán mindenki látott már olyan filmet, vagy hallott már olyan történetet, ahol a főhős belezuhanva egy zúgó folyóba, egy nagy, de szintén sodródó farönkbe kapaszkodva igyekszik a felszínen maradni. Tapasztalataim szerint az ilyen szereplő előtt előbb vagy utóbb forogni kezd a stabilnak tűnő rönk, és végül ismét a vízben találja magát. De ott van az a hős is, aki legyen a sodrás bármilyen erős, megcélozza a túlpartot. Megcélozza, és ha elég kitartó, sőt még a már említett farönköt is sikerül elkerülnie, el is éri azt. Hazánk 48 utáni történelme során mi a legtöbbször egy-egy ilyen nagyobb rönkhöz ragaszkodtunk, majd sodródtunk vele arra, amerre az ár vitte. Nem véletlenül neveztem a mai napot a tettek ünnepének, tisztelt gondolosiak. Március 15-ét már sokan sokféleképpen magyarázták, próbálták az aktuális eszme szolgálatába állítani, pedig lényege valójában éppen a cselekvés, a közös akaratban gyökerező tett ereje volt. Éppen ezért olyan élő, és éppen ezért lehet olyan kortalan is. Ma is azokat az időket, ha nem is éppen azokat a napokat éljük Magyarországon, és itt Gondoroson, mint a márciusi ifjak. Petőfi, Vasvári, Irinyi és a többiek nem sokáig tervezgettek a Pilvax kávéházban, hanem végre a tettek mezeire lépve megdöbbentették a korabeli Pestet. Megdöbbentették, majd meg is mozdították rögtön, hogy a nagy nap végére már nyoma se legyen a hajnal álmosságának. Zsongássá, forradalommá érett a kora reggeli havas eső mélabúja a kokárdák fényében. Nem tudhatjuk pontosan, hogy mi járt az emberek fejében ez 168 évvel ezelőtt, ezen a reggelen, de az események azt mutatják, hogy eltökéltek voltak. Tudták, hogy le kell rázniuk az őket gúzsba kötő igát, érezték, hogy jövőjüket, a mi sorsunkat veszik kezükbe. Rabok voltunk mostanáig, zúgta a tömeg egy emberként. Emberöltők óta az ünneplésé és az emlékezésé a főszerep ezen a napon. Gyermekeink lelkesen szavalják a nemzeti dalt, dobogó szívvel hallgatjuk meg újra a nagy nap eseményeit. 12 pontban állt akkor az ország jövője. 12 olyan pontban, amelynek megvalósításához valójában a mögöttünk sorakozó 168 év is kevésnek bizonyult. Így van ez, tisztelt ünneplő gondorosiak. Ma sem vagyunk sokkal szabadabbak, mint a márciusi ifjak. Pedig céljaik ma már kötelező tananyagnak számítanak, történelmi eseménynek kijáró pátosszal, szinte sajátunként emlegetjük őket, és eszközeink is fejlettebbek, mindennapjaink része lett a mesterségesen felpörgetett dinamika. Így 1848 tükrében szemlélve korunkat, azt kell látnunk, hogy Magyarország szabadságharca nem csak, hogy nem ért véget, sokkal inkább most lángol fel igazán 1848 után újra. Évtizedes rossz beidegződések, a baloldali és a pénzvilág propagandája által felállított hamis célok és képzetek állnak nemzetünk további emelkedésének útjában. 2010-ben Magyarország bontani kezdte ezen korlátait, és újra elindult a 48-as értelembe vett szabadság felé. Éppen ezért 48 tanulságai, nemzetközi és belpolitikai hatásai ma minden korábbinál aktuálisabbak. De nem csupán ezért tűnhet annyira időszerűnek, sajátunknak a mai nap üzenete. Végig gondolva életünket, mindannyian rábukkanhatunk a magunk kis forradalmaira. Olyan tettekre, melyek megváltoztatták sorsunkat, olyan tettekre, amelyek esetleg ellenkeztek minden előzetes jóslattal. Győzelmeink, sikereink azok, amelyek előre lendítettek bennünket, amelyek sikert, családot, szakmát, tehát boldogságot adtak nekünk. Nem állíthatjuk persze, hogy minden esetben győztünk, de hiszem, hogy mindannyian azt az utat járjuk be, amelyre hivatottak vagyunk. De vajon mire hivatott Magyarország? Vajon megvívtunk-e minden harcot, amely hazánk boldogulásához vezet? Ha erre a kérdésre mai viszonyaink alapján kellene válaszolnunk, nem. Bőven akad még tennivaló, és közös sikerünk, az ország sikere a mi kezünkben van,
ahogy a keresztény európai ébredésében, sőt, ha úgy tetszik, ébresztésében. Ha mi, mint egyes tenni tudó ember nem adjuk fel a küzdelmet, hazánk és Európa is talpon fog maradni. Mind anyagi, mind morális szemszögből nézve komoly veszély fenyegeti ugyanis korunk keresztény gyökereit, amelyet csak összefogással kerülhetünk el. Az előttünk álló időszak kihívásai minden bizonnyal Kondoros városát sem fogják elkerülni. Hiszem, hogy az az összefogás, amely eddig segítségünkre volt, a jövőben is főerősségünket jelenti majd. De ehhez most munkára van szükség. Ezért hiszem, hogy a szabadságharc eszmeisége még ma, 168 évvel az események után sem korlátozódhat csupán az emlékezésre. Fordulatos történelmünk nagy alakjai bebizonyították, mindig is köztünk, s önök között éltek, és élnek az egykori nagyságuk utódai, akik nem csak hogy méltók az örökség ápolására, de képesek is arra, hogyha kezükbe kell vegyék közös sorsunk, hazánk felemelkedésének ügyét. Március 15-e eszmeisége, a szívünk felett hordott nemzeti szín kokárda, tehát mindannyiunk közös öröksége, amely a közösségben elfoglalt helyzetünk alapján mindannyiunk számára felelősséget, feladatot jelent. Amikor március 15-éről, mint a tettek ünnepéről szóltam, azt abban a tudatban tettem, hogy nemzetünk, s benne a magyar családok ereje is éppen ebben, a tettekben, a munkában ölt testet leginkább. Ahogy a márciusi ifjak tetteit a történelmi szükség hívta életre, úgy sarkaljanak most valamennyiünket cselekvésre korunk kihívásai. Üzenje most tehát a számunkra ez a kokárda, hogy ma is áll a márciusi ifjak harca, üzenje azt, hogy elődeink után ma rajtunk a sor. És ha rajtunk a sor, én hiszek ebben a közösségben, mint ahogy hiszek Magyarország évezredes keresztény államiságában, eddig megélt sikereiben. Ebben, egy ilyen küzdelemben harcolni, élni, növekedni az emberi lét egyik legnemesebb célja. Ezen cél felé hívok most mindenkit 2016. március 15-én. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, hogy polgármester úr megosztotta velünk ünnepi gondolatait. A további ünnepi műsort láthatnak a Békés Csabai Jókai Színház művészeinek előadásában. A 12 ponttal, versekkel és dalokkal kívánják felidézni az akkori eseményeket. Közreműködnek Mészáros Mihály, Kovács Ágnes, Veselényi Orsolya és Illés Adrián. Műsorokat fogadják sok szeretettel. Majd tudós és álmodó. Európa közepén nincs többé haza, kerékbe törte vágyait gyilkosok hada. Gyűrű fogta szegény magyart, folyt csak folyt a vér. Méltanukról szól e dal, s rá nincsen már. Ha visszatér,
kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság, egyetértés. Az 1848-as forradalom 12 pontja. Első pont. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. A sajtószabadság a polgárjogok egyik alapvető szimbóluma. 1848. március 15-én éppen a 12 pont első pontjának nyomatékosítása véget indultak útnak a márciusi ifjak a Landerer és Häkenász nyomdához. A korabeli Magyarországon cenzorok figyelték a nyomtatott sajtót, és megakadályozták a nem kívánatos írások publikálását. Az áprilisi törvények elismerték a sajtó szabadságát, amely azonban a szabadságharc leverése után ismét megszűnt. Az 1867-es kiegyezés tette ismét szabaddá a magyar sajtó útját. Énekeljünk, társak! Sőt, legyen most hangosabb, mint eddig volt a lant. Hadd vegyüljön ez zavaros földi zajba egy-két tiszta égi hang. Romba dőlt a félvilág, kietlen látomány, mely szemet s szívet bánt. Hadd boruljon a rideg romokra dalunk, lelkünk zöld repkén gyanánt. Második pont. Felelős minisztériumot Budapesten. 1848-ban nem létezett magyar kormány, így nem léteztek minisztériumok sem. Az irányítást az udvari kancellária, a kincstár, stb. Látta el. Hazánk legfőbb kormányszerve a Magyar Királyi Helytartó Tanács volt, amely 1723 óta 1848-ig állt fenn. A forradalmat követően alakult meg az első felelős magyar kormány gróf Batthyány Lajos vezetésével. A szabadságharc leverése után, az abszolutizmus korában Ferenc József visszaállította a kancellária intézményét, amely a kiegyezésig működött. Felelős kormány csak 1867 után alakult meg újra, miniszterelnöke Andrássy Gyula volt. A nemzetgyűléshez részlet. Mit őseink egy ezred év előtt tevének, azt kell tenni most ti nektek, bármi erővel, bármi áldozattal. Bár mindegy szálig elvesztek belé, hazát kell nektek is teremteni. Egy új hazát, mely szebb a réginél és tartósabb is. Kell alkotnotok egy új hazát, ahol ne légyenek kiváltságok kevény nagy tornyai, sötét barlangok, denevértanyák. Talpra magyar, híj a haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, válasszatok, a magyarok, Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Harmadik pont. Évenkénti országgyűlést Pesten. A parlament meglehetősen rendszertelenül ülésezett ekkoriban, a forradalom idején nem pesti, hanem pozsonyi központtal. Az országgyűlést kizárólag az uralkodó hívhatta össze, ám semmi nem szabályozta ennek gyakoriságát vagy hosszát, így többnyire akkor hívta össze az országgyűlést, ha az udvar érdekében állt, például adóemelést kívánt végrehajtani. A reformokat elindító országgyűlés 13 éves szünetet követően 1825-ben kezdte meg munkáját. A forradalom után kiszélesedett a választójog, az új parlament 1848. július 2-án ült össze. A szabadságharc leverése után Ferenc József megkoronázatlan magyar uralkodó csak 1861-ben hívta újra össze az országgyűlést, amely csak a kiegyezést követően kezdte meg folyamatos működését.
a nemzetgyűléshez részlet. Számot vetett-e mindenik magával, minő dologra szánta el magát. Nagy a dicsőség, melyet mindegyik szerezhet itten. De tudjátok-e, csak nagy munkáért jár ez a dicsőség. Akit nem égő honfi érzelem és tiszta szándék vezetett ide, kit a hiúság vagy silány önérdek csábít e helyre, az szentségtelen. Lábbal ne lépjen e szentelt küszöbre. Negyedik pont. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. A törvény előtti egyenlőséget sokkal szűkebb értelemben követelték, mint ahogyan a 21. században értelmezzük. A célok között nem szerepelt általános és titkos választójog, ez akkoriban radikális álláspontnak minősült. Alapjaiban a nemesi előjogok helyett a polgári jogrendszert kívánták létrehozni. A nemesi jogrendszerint ugyanis a születés pillanatában eldől, ki milyen kiváltságokkal bírt. A 19. században a polgári gondolkodás a jogokat kiterjesztette, bár korántsem mindenkire. A vallások között sem volt egyenlőség. A Habsburgok hagyományosan a Vatikán szövetségesei, ennek megfelelően a katolikus vallásúak előjogokat élveztek más vallásúakkal szemben. Az áprilisi törvények kimondták a felekezetek közötti egyenlőséget, és törvényesítették az unitárius egyházat. Hüvelyét veszti bronga kardla, úgy kelj föl, mint forradalmad. Szedd össze csontjaid, barátom, lopnak a bőség kosarából. Talpra Petőfi sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról. Talpra Petőfi sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról. Legyen olyan minden ember, mintha Zrínyi Miklós unokája volna. Harcoljon úgy minden ember, mintha egyedül rátámaszkodnék honja. Ó, de akkor nem veszünk el. Akkor élet és dicsőség vár ránk. Akkor saját örök birtokunk lesz, ami után eddig csak sóvárgánk. Föl hazám, föl nemzetem, magyar nép, lépj a síkra gyorsan és egyszerre, mint a villám oly váratlanul és oly erővel törj ellenségedre. Hol az ellen? Kérdezed? Ne kérdezd! Mindenütt ott van, ahová tekintesz. S legnagyobb és legveszélyesebb az, ki mint testvér simul kebleinkhez. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak a magyarok, Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ötödik pont. Nemzeti őrsereg. A Batthyány kormány hatalomra kerülésekor nem volt az országnak önálló katonai ereje. Az 1848. júliusában összeült országgyűlés elfogadta az őrsereg felállításáról szóló törvényt. A személyes és vagyonbiztonság, a közcsend és belbéke biztosítása érdekében. A nemzeti őrseregben nem hivatalos katonák szolgáltak, feladatuk a városok és falvak rendjének biztosítása volt. Funkciójuk leginkább a mai polgárőrséggel mutat hasonlóságot. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szó.
szabadság, éljen a haza. Hatodik pont. Közös teherviselés. A nemesi előjogok sarkalatos pontja az adómentesség volt. A közös teherviselés ennek felszámolását jelenti, vagyis a nemeseket adófizetésre kötelezte. Az áprilisi törvények emelték jogerőre a közös teherviselést. Szegény ember, hogy adod a bölcsőt? Csöpp a gyerek, hogy adnám a bölcsőt? Király vagyok, bírok nagy erővel, ha nem adod, elveszem erővel. Szegény ember, hely csak egyet szólna, a király már katonákért szólna. De a bölcsőt a tóba hajítja, csöbb gyerekét utána hajítja. Szegény ember sírri a börtönben, szegény ember nevet a börtönben. Nincs a gyerek már a rossz világban, jobb sora lesz hajvízi világban. Hetedik pont. Úrbéri viszonyok megszüntetése. A jobbágyok a földért cserébe úrbérrel fizettek. Az úrbéri viszonyokat még Mária Terézia rendelte el 1767-ben. Az úrbérnek számos formája létezett. A munkavégzéssel, robot, a terménnyel, dézsma, a pénzzel vagy ajándékkal történő fizetés. Az úrbéri viszonyokat az áprilisi törvények szüntették meg, ám a felemásra sikerült jobbágyfelszabadítás miatt hatása még a 20. században is érezhető volt. Jogot a népnek, az emberiség nagy szent nevében adjatok jogot, s a hon nevében egyszer s mint, amely eldől, ha nem nyer új védoszlopot. Az alkotmány rózsája a tiétek, töviseit a nép közé vetétek. Ide a rózsa néhány levelét, s vegyétek vissza a tövis felé. Még kér a nép, most adjatok neki, vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha fölkelés nem kér, de vesz. Ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastródon őt elégetétek. De szellemét a tűz nem égeté meg, mert az maga tűz, úgy vigyázzatok. Ismét pusztíthat eláng rajtatok. Nyolcadik pont. Esküdszék képviselet egyenlőség alapján. A feudális bíráskodás alapja az úri szék volt, amely a földesurat bírói jogokkal ruházta fel. A földesurak hoztak ítéletet a birtokaikon élő jobbágyok vitás ügyeiben. A 19. században az ítélet ellen a helytartó tanácshoz lehetett fellebbezéssel fordulni. A polgári normák szerint azonban a törvénykezésnek függetlennek és mindenki számára egyenlőnek kell lennie. Ezt az igényt fogalmazta meg a 8. pont. De szabadság! Miért halvány az orcád? Szenvedésid emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget érted? Koronádat a jövőtől félted? Ne félj semmit. Megvédünk. Csak egy szót! Csak emeld föl! Csak mozdítsd meg a zászlód, s ressereged ezer és ezernyi. Kész meghalni, vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig minnyájon, följövünk a sírból éjfél tájban, s győztes ellenségednek megint kell küzdeni, kísértő lelkeinkkel. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete. Mint a haza becsülete, a magyarok Istenére esküszünk,
esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. 9. pont. Nemzeti Bank. Magyarországnak a reformkorban nem volt önálló jegybankja, amely a pénzügyeket szabályozta és felügyelte volna. A Habsburg Birodalomban a monetáris feladatokat az Osztrák Nemzeti Bank látta el. A forradalmat követően a magyar kormány a Pesten székelő Magyar Kereskedelmi Bankot ruházta fel jegybanki szerepkörrel, a szabadságharc leverését követően elakadt a kezdeményezés. Az első önálló magyar jegybank végül csak 1924-ben alakult meg. Ha a föld Isten kalapja, hazánk a bokréta rajta. Oly szép ország, oly virító, szemet, lelket andalító, és oly gazdag, aranysárgán ringatózik rónaságán a kalászok óceánja, s hegyeiben mennyi bánya, s ezekben annyi kincs van, mennyit nem látsz álmaidban. És ilyen áldások tacára ez a nemzet mégis árva, mégis rongyos, mégis éhes, közel áll az elveszéshez. 10. pont. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A Habsburg Birodalom keretein belül nem létezett önálló magyar hadsereg. A magyar ezredek az egységes császári hadrendbe tartoztak. A magyar katonák a birodalom teljes területén teljesítették szolgálatukat, nem pedig csak Magyarországon. A Batthyány kormány elsőként a nemzeti őrsereg felállítását kezdeményezte, majd 1848 májusától az önálló magyar hadsereg szervezésébe is belefogott. A munka hatékonyságát jól mutatja, hogy fél éven belül már 100 000 főből állt a magyar honvédség. A szabadságharc bukását követően megszűnt az önálló magyar haderő, az 1867-es kiegyezés pedig közös osztrák-magyar hadsereg felállítása mellett döntött. Fényesebb a láncnál a kar, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk ide veled, régi kardunk, a magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. 11. pont. A politikai státusfoglyok szabadon bocsájtassanak. Demokratikus jogok hiányában a császári udvar a politikai ellenzék működését ellehetetlenítette, tagjait bebörtönözte. A kor legismertebb politikai foglya Táncsics Mihály volt, akit 1847-ben sajtóvédségért tartóztattak le. Táncsicsot 1848. március 15-én szabadították ki börtönéből a márciusi ifjak és a hozzájuk csatlakozó forradalmárok. Rengés üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokorra az árbóc és vitorla, megtörve tépveló. Tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre örök tanulságul, ha bár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az út. Magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok.
lássuk a gyalázatot. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. 12. pont. Unió. A török hódoltság következtében a késő középkori Magyarország három részre szakadt, és megalakult az önálló Erdély. A törökök kiűzése után a Habsburgok nem csatolták vissza Magyarországhoz Erdélyt, hanem külön fejedelemségként kezelték. Az utolsó pont Erdély és Magyarország egyesítését követelte, amelyet az erdélyi országgyűlés 1848-ban meg is szavazott. A szabadságharc leverését követően visszaállították 1848 előtti státuszát, az egységet az 1867-es kiegyezés hozta meg. Szabadság, egyenlőség, testvériség. A szabadság alatt értem hazám minden beolvasztástól megóvott integritását, saját ügyei, és különösen legnagyobb kétkincse a nép vére és pénze fölötti rendelkezés jogának minden idegen befolyástól való megőrzését. A személyes felelősségre fektetett kormányt megyei municipiummal és sajtószabadsággal. Másodszor, az egyenlőség alatt értem a törvények alatti egyenlőséget, a vallások egyenjogúságát és minden feudális visszaemlékezések megszüntetését. Harmadszor, a testvériség alatt a különböző ajkú népfajoknak nyelvi igényeinek méltányos tekintetbe vétele mellett mindnyájuk testvéries összeolvadását a magyar állampolgári jogok és kötelességekben. Madács Imre, 1861. Talpra magyar, ki a haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, válasszatok, a magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Mostanáig kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak szolgaföldben, nem nyughatnak. Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Se honnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább
élete. Mint a haza becsülete. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a port, jobban ékesíti a port, és mi mégis láncot hordunk ide veled, régi kardunk. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Domborulnak unokáink, leborulnak és áldó imádság mellett. Mondják el szent neveinket. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A jelenlegi időjárás és a technikai felszerelések védelme miatt a Széchenyi téri koszorúzási programon nem lesz konferálás, nem lesz hangosítás. A koszorúzók sorrendjét most kívánom közölni önökkel. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére és tiszteletére koszorút helyez el Kondorosváros önkormányzata nevében Ribárszky Péter polgármester úr és Zsindei Ferencné jegyzőasszony. Kondorosváros szlovák önkormányzata nevében Krajcsovic Andrásné és Szebegyinszky Mihály.
Koszorút helyezel a Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium nevében Laurinyácné, Szűnyik Judit intézményvezető, Vozár Kornélia, Csehi Natália, Szekere Mercedes tanulók. A Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsöde nevében Horcsák István intézményvezető helyezel koszorút. A Dérci Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény nevében Évízi Róbert intézményvezető, Sándori Zoltán intézményvezető helyettes és Zubor Gabriela gazdasági vezető helyezel koszorút. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevében Hibárszky Péter, polgármester úr, Kozsuk Kornél, alpolgármester úr és Kovács Pálné helyezel koszorút. Az Evangélikus Egyház nevében Hajdú Jánosné és Medvegy Pálné. A Szlovák Klub nevében Sonkoly Mihályné és Rosszik Jánosné. Koszorút helyezel a Rózsa Páva kör nevében Krusztinszky Mihály és Petrovszky János. A Kondorosi Közösségi Misszió nevében Mácsanszky Andrea és Kiszei Mónika. A Kondorosi Kertbarát kör nevében Laurinyász György elnök és Krajcsovi Szandás vezetőségi tag. Kondorosi Állatbarát Egyesület nevében koszorút helyezel Olá Éva és Szuhaj Anna. A Kondorosi Nyugdíjas Klub nevében koszorút helyezel Liszkai Lórádné, Nusan Pál és Bájer Márta. Tisztelt ünneplő kondorosiak, ünnepségünk zárásaként énekeljük el a szózatot. Tehát ünneplő egybegyűltek, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés művelődés házbeli része ezzel véget ért. Kérem önöket, hogy vonuljunk át a Széchenyi téri centenáriumi emlékhelyhez, és helyezzük el az emlékezés és a tisztelet koszorúit, virágait. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, viszontlátásra!